Kedves nézőink, a folytatásban következzenek mai összeállításaink. November 1-től területi irodát működtet Pápán a belvárosban a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az irodában a vállalkozókat két munkatárs várja, akik elsősorban szakképzéssel, illetve gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben adnak tájékoztatást. A Rákóczi utca elején a Gyöngyházban található iroda ünnepélyes nyitását hétfőn tartották. A programon a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, az a céljuk, hogy a vállalkozások számára a felkészült tanácsadóikkal itt helyben álljanak rendelkezésre. A helyben a legfontosabb üzenete ennek, ne kelljen Veszprémbe utazni, annak sem, aki adott esetben akár szakképző, gyakorlati szakképzőként valamilyen eseti problémával találkozik, ne kelljen a szakmunkás tanulónak vagy annak a szüleinek utazni, és ne kelljen a szakképző intézménynek se ilyenfajta fáradozást vállalnia, hanem itt helyben minden olyan ügyet, ami a tanulószerződésekkel, a gyakorlati foglalkoztatással, a szakképzéssel kapcsolatosan ezt el lehessen intézni. Ha esetleg a munkatársak valamiben nem tudnának végleges vagy biztos választ adni, akkor mögöttük ott van a Veszprém megyei központja a kamarának, és nyilván azok az információk, ismeretanyag, tudásanyag itt is rendelkezésre áll. Másrészt nagyon fontosnak tartja a kamara, hogy a gazdaságfejlesztési területen élőbb legyen a kapcsolat elsősorban a kicsi és közepes kicsi vállalkozásokkal, akik leginkább rá vannak arra szorulva, hogy pályázatot nem tudnak figyelni, megismerjék azt, hogy egyáltalán milyen lehetőségeik vannak. Aztán megismerjék azt, hogy ehhez milyen a pályázatin túl hitelt felvételi lehetőségeket lehet elérni. Ebben nagyon fontos a kamara által szervezett Széchenyi kártya, a Széchenyi kártya bővítményei, a forgóeszköz beruházási és a kombinált mikrohitel is. Most már elég nagy a választék, én is azt gondolom, hogy inkább az a nagy kérdés, hogy ezeket mennyire tudjuk úgy a vállalkozások részére prezentálni, hogy azt megértsék, világos legyen számukra, és aztán utána választani tudjanak ezen lehetőségek közül. És azért abban bízunk, hogy a gazdaságfejlesztés területén, ott pedig mi munkatársunk kimegy vállalkozásokhoz is, bemutatkozik, és az érdeklődés felkeltése az nem csak úgy fog megtörténni, hogy van itt egy iroda, és a sajtóból lehet tudni, hanem úgy is, hogy személyes megkeresésekkel lehetővé tenni azt, hogy az illető jobban eligazodjon a mai kor feltételei között. Ungár Tamás alpolgármester üdvözölte a kamarai iroda nyitását. Meggyőződésünk Pápa városában, Pápa az önkormányzatának, hogy a gazdaság, Pápa gazdasága egy olyan pályára került az elmúlt másfél-kettő évben, ez egy-két szám alá is tudom támasztani majd, amely szükségessé teszi egy ilyen irodának a működtetését, mind a gazdaságfejlesztés, mind a szakképzés terén. Nagyon friss információnk alapján tudjuk azt mondani például, hogy a hozzánk befolyt iparűzési adó szeptember végi mértéke az már most 10%-kal meghaladja a 2011. évi teljes iparűzési adó bevételét a városnak. Ehhez természetesen a maradék hónapok még hozzá fognak tenni, és nyilván nagy reménnyel tekintünk ez elé az időszak elé, és mindenképpen azt látjuk ebben, hogy a helyi vállalkozások elindultak egy olyan pályán, ami a számunkra a forgalom növekedését jelenti. A pápai munkanélküliségi ráta is olyan mértékben csökkent, melyre az elmúlt 3 évben nem volt példa, tette hozzá az alpolgármester, aki kéri a pápai vállalkozásokat, hogy minél nagyobb számban keressék fel az irodát, hogy működésükhöz és fejlődésükhöz megfelelő információkhoz jussanak. A pápai munkanélküliségi ráta az elmúlt 2 évet, hogyha nézzük, akkor olyan mértékben csökkent, hogy a szeptember végi, augusztus végi, szeptember végi adatok, azok a 7 és 7,5% közötti adatok mutatnak. Erre azért rögtön hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 3 évben nem volt példa. Ez a két szám, ami szempontunkból mindenképpen azt jelzi, hogy a pápai vállalkozások fejlődnek folyamatosan. Itt hamarosan a pápai médiában össze fogunk állítani egy olyan anyagot, ami ezt 5 nagy foglalkoztató tekintetében tovább árnyalni fogja, de talán egy kis előrejelzést, egy kis ízelítőt adhatok belőle, hiszen ebben az anyagban szerepel egy olyan pápai vállalkozási nevét most szándékosan nem fogom mondani,
aki a következő évtől egy sikeres projekt lezárását követően mintegy 45-50%-os termelés növekedéssel számol. És hogyha minden ilyen vállalkozást, illetve ezeket a vállalkozásokat megnézzük, akkor az előrejelzések alapján a következő hónapokban egy 3-400 új munkahely létesülésével számolunk Pápa városában, ami megint úgy gondolom, hogy a fejlődésnek egy kiváló mutatója. A kamarai iroda hétköznaponként reggel 7:30-tól délután 4-ig várja ügyfeleit. Megérkeztek Pápára az influenza elleni oltóanyagok. A 3 év feletti városi és kistérségi lakosság részére 7800 darab vakcina áll ingyenesen rendelkezésre, mondta el dr. Duga Erika, kistérségi tisztifőorvos. Hétfőn érkezett Pápára az oltóanyag, és a szállítmány nagy részét a házi orvosok, illetve az oltóorvosok már el is vitték, tudtuk meg a tisztifőorvostól. Örömmel mondhatom, hogy szinte több mint a fele oltóanyagot már el is vitték, tehát buzdítok mindenkit, hogy menjen az orvosához, és keresse ott helyben az oltóanyagot. Általában a házi orvoshoz fordulnak a betegek, mert hiszen ez elsősorban a betegek számára készült ez az oltás. 3 év alattiak számára fogunk majd kapni egy Vaxigrip nevű oltóanyagot korlátozott számban, ennek még nem tudom a pontos idejét sem, és a számát sem megmondani. Ez általában olyan 20-50-70 oltóanyag szokott lenni a területre. Ingyenesen jár az influenza elleni védőoltás a krónikus betegségben szenvedők, a 65 éven felüliek, az egészségügyi dolgozók, a gyermeket várók, illetve gyermeket közeljövőben tervezők számára, de azoknak sem kell fizetni a vakcináért, akik állatokkal foglalkoznak, illetve Vágóhídon dolgoznak. Ez az ingyenes oltóanyag jár a krónikus betegségben szenvedőknek, értendő ez alatt a tüdő- és légzőszervi megbetegségek, a szív- és érrendszeri betegek, a krónikus anyagcserebetegségben szenvedők, ideértve a diabéteszeseket, cukorbetegeket is, de az immunhiányosokat is meg lehet említeni, ideértendő a daganatos betegségben szenvedők és esetleg az écesek, HIV pozitívok, tehát mindenki, aki immunhiányban szenved. Ezen fölül az egészséges populáció számára is biztosított az ingyenes oltóanyag, mégpedig a terheseknek javasoljuk is, azoknak, akik kisbabát terveznek most az eljövendő időben, tehát az influenza szezonális időszakában, és azoknak is, akik 65 év kor fölöttiek, számukra nem kell vizsgálni a házi orvosnak, hogy ők betegek-e, milyen betegségben szenvednek, gyakorlatilag ők az életkoruknak köszönhetően már megkaphatják az ingyenes oltóanyagot. Évről évre mindig meg szoktuk külön is említeni, hogy az egészségügyi dolgozóknak és a szociális intézményekben dolgozóknak nem csak hogy ajánlott, hanem gyakorlatilag elvárás is, hogy oltakozzanak, mert hiszen hogyan is tudnák ellátni a személyzetet, az ápoltakat, a gondozottakat, hogyha ők maguk nem egészségesek. És természetesen javasolt ezekben az árt közösségben lévőknek, ápoltaknak, gondozottaknak is az oltása. Ha egészségesek, akkor is, ha betegek, akkor is. A mostani szezonban váltás történt az influenza elleni védőoltás összetételében, mondta el dr. Duga Erika. Véd a H1N1 ellen és a H3N2 ellen és a B vírusok ellen is. Amit mi adunk, annak a neve Fluval AB, ugyanezen a néven megtalálható a patikákban is oltóanyag, ami természetesen receptre lehet megkapni, de van másféle néven is forgalomban, de az összetétele, hangsúlyoznám, ugyanez az oltóanyagok. Mindegyiknek. Egyféle influenza oltóanyag van olyan tekintetben, hogy az összetétele évek óta mindig az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott összetétel, ami természetesen változhat akár évről évre is, mindig az aktuális víruscirkulációnak megfelelően, de az egy szezonban kiadott és bárki által, bármelyik gyógyszergyártó cég által gyártott oltóanyagok mind egyformák. A védőoltást mindenkinek ajánlja a kistérség tisztifőorvos,
mert minél többen oltakoznak, annál kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy influenza járvány alakuljon ki térségünkben. Most úgy állunk, éppen nem olyan régen néztem a járványgörbét, hogy alacsonyabb arányú a megbetegedések száma, mint tavaly ilyenkor volt az ilyenkori szezon idején. Nincsen még influenza megbetegedés, szerű megbetegedés van egy-egy, a mi területünkről is a figyelőszolgálat az elmúlt hétben egy szerű megbetegedést jelzett. Hát ez gyakorlatilag egyenlő a nullával, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg egyik pillanatról a másikra nem fog megemelkedni a betegek száma. Én azt tudom mondani, hogy talán nem véletlen, hogy megváltoztatták az oltóanyag összetételét erre a szezonra, mert hiszen megjelentek az új vírusok, és hát az tudva levő, ha új vírus jelenik meg, akkor mindig nagyobb arányú megbetegedéssel kell számolni, és hát ebből kifolyólag ezt várjuk, de én azt szeretném, hogyha minden oltóanyagunknak lába kélne, vagyis mindenkinek lenne gazdája, mert akkor az azt jelenti, hogy a mi területünkön 7800 ember, beteg vagy egészséges, az elmondott körbe tartozó oltandók mind megkapták az oltást, és legalább ennyi ember védett, és akkor még remélhetjük, hogy hozzájön még azoknak a száma, akik egyéb forrásból szerzik be az oltóanyagot, és akkor ez a populációs immunitás talán elég lesz arra, hogy ne legyen nagy baj. Az egészséges életmód, a megfelelő személyi higiénia és a vitaminban gazdag táplálkozás hozzájárulhat ahhoz, hogy védettebbek legyünk a megbetegedéssel szemben, hangsúlyozta a szakember. A rendszeres tájékoztatás és figyelemfelhívás ellenére még mindig vannak olyanok, akik nem veszik igénybe a kéményseprés kötelező közszolgáltatását, pedig a nem megfelelő műszaki állapotú eltömődött kémények miatt több mérgezés is történt már a mostani fűtési szezonban is. A szolgáltatást végző Közszol Kft. Illetékességi területéhez 58 település, mintegy 16 ezer háztartása tartozik. A 7 kéményseprő évente 2 alkalommal keresi fel az ingatlanokat, ám sokszor eredménytelenül. Az idei esztendő első 10 hónapjában az ingatlanok 83%-át tudták ellenőrizni. Szolgálatban a kéményseprők. Sormunkában járják végig az utcákat, városrészeket évente 2-szer. Legalább 2-szer, mert ahová nem jutnak be, oda többször is visszatérnek, hogy elvégezzék a kéményseprő szolgáltatást. Az idei év első 10 hónapjában a felkeresett lakásoknak a 83%-ában tudták elvégezni a kémények kötelező ellenőrzését. Törvény írja elő ennek a közszolgáltatásnak mind a nyújtását, mint pedig az ingatlan tulajdonosok általi igénybevételét. A kéményseprők a szolgáltatás során alapvetően ellenőrzik a füstelvezető berendezések, tehát a kéményeknek a műszaki állapotát, tisztaságát, tehát igazából azt hivatottak ellenőrizni, hogy biztonságosan üzemeltethető-e egy adott kémény, illetve hogyha ezzel valamilyen problémát találnak, akkor erre fel kell, hogy hívják az ingatlan tulajdonos figyelmét a problémára és annak a megoldására. A kollégáink folyamatosan végzik gyakorlatilag egész évben ezt az ellenőrzési tevékenységet, ugye be vannak osztva, hogy mikor, hol, melyik, milyen területen végzik. A fűtés az egyáltalán nem akadályozza őket ebben, sőt vannak bizonyos olyan ellenőrzések, amit sokkal jobban el lehet végezni akkor, amikor egyébként üzemben van a tüzelőberendezés. Ellenőrzik a kéménynek az átjárhatóságát, tömörségét, a tüzelőberendezést és a kéményt összekötő csöveknek az állapotát, szintén a tömörségét, hogy nincs esetleg lehetőség arra, hogy visszaáramoljon a füstgáz, hiszen ebből adódnak általában a problémák. Az ingatlan tulajdonosok a helyi sajtóból értesülhetnek elsősorban a kéményseprések idejéről. Ha ekkor nem tudják biztosítani az ellenőrzést, újabb időpontot kapnak, kérhetnek a szolgáltatás elvégzésére. Előre beosztott körzetekben járnak házról házra, ezeket rendszeresen meghirdetjük a helyi sajtóban. De ebből lehet első kézben értesülni, illetve ahova elsőre nem jutnak be, ott szoktak hagyni egy értesítést, amiben a következő járásnak az időpontját is rögzítik,
Illetve aki ezt sem tudja igénybe venni, annak még mindig ott van az a lehetőség, hogy egy telefonos egyeztetéssel egy egyedi időpontot egyeztessen velünk. Természetesen nem tudunk mindenkinek minden igényét ebben a körben kielégíteni, hiszen véges számú kéményseprő nem tud egyszerre 6-8 helyre menni, tehát valamilyen beosztást kell követni, de tudunk bizonyos szintig egyedi időpontokat is biztosítani. A jogszabály szerint a szolgáltatónak kötelessége jelenteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak azokat az ingatlanokat, ahol a kémények, tüzelőberendezések ellenőrzését nem tudták elvégezni a kéményseprők. A jogszabály minket arra kötelez, hogyha egy ingatlanban nem tudjuk elvégezni ezt a szolgáltatást, akkor értesítenünk kell erről az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot. Ez régebben az adott település jegyzőjét jelentette, most az új jogszabályok szerint már a katasztrófa védelmet jelenti, és innentől kezdve a katasztrófa védelem, mint hatóság fog eljárni abban az ügyben, hogy valamilyen módon kikényszerítse ennek a szolgáltatásnak az elvégzését. A tapasztalatok azt mutatják, sok esetben hiába csengetnek a kéményseprők az ingatlanok kapuján. Jobbára az jellemző inkább, hogy többszöri értesítés ellenére sem találunk otthon senkit, tehát emiatt nem tudunk bejutni, de bizony előfordul az is, hogy az adott ingatlan tulajdonos bár otthon tartózkodik, de nem engedi be a kéményseprőt különböző okokra hivatkozva. Hát itt szeretném azért arra felhívni a figyelmet, hogy ugye van egy általánosan elterjedt tévképzet ezzel kapcsolatban, hogy a kéményseprők alapvetően azért mennek, hogy beszedjék a kéményseprő díjat. Nyilván be kell szedni, hiszen a szolgáltatásra, amiből finanszírozni kell, már pedig ezt csak a kéményseprő díjból lehet finanszírozni, de a kéményseprők elsődlegesen azért mennek, hogy ezt az ellenőrzési tevékenységet elvégezzék, azért, hogy az ott lakóknak az élete biztonságban legyen emiatt. Tehát ez a lényege ennek, hiszen ha valaki figyeli egy kicsit a híradásokat, minden egyes fűtési szezonban szinte napról napra érkeznek a hírek az ország különböző részéről, hol itt volt szénmonoxid mérgezés, hol ott volt szénmonoxid mérgezés. Már az idei szezonban is volt konkrétan Pápán is egy ilyen eset, szerencsére különösebben súlyos következmények nélkül, de már előfordult szénmonoxid mérgezés. A kötelező közszolgáltatást végző Közszol Kft. Ügyvezetője arra kéri az ingatlan tulajdonosokat, hogy tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségüknek, és segítsék a kéményseprőket abban, hogy feladatukat elvégezhessék. Erre az idén új módszert is bevezettek az illetékességi területen. Kipróbálunk egy olyan gyakorlatot, hogy azoknak az ingatlanoknak a tekintetében, ahol a két járás közül egyikben sem sikerült bejutnunk, ott levélben, méghozzá tértivevényes levélben megpróbáljuk kiértesíteni az ingatlan tulajdonosokat. Nekem az lenne ezzel kapcsolatban a kérésem, hogy aki ilyen levelet kap, az tényleg próbálja meg biztosítani azt az időpontot. Én azt gondolom, hogy akinek van mondjuk 25-26 nap szabadsága egy évben, az abból egy fél nap szabadságot igazán rászállhat arra, hogy biztonságban legyen az otthonában a fűtési szezonban. A kéményseprés rendjéről, a kötelező közszolgáltatásba tartozó ellenőrzési feladatokról egyébként januártól új törvény rendelkezik. Egy teljesen új törvényt alkotott az országgyűlés a kéményseprő közszolgáltatásról. Ez az ingatlan tulajdonosok tekintetében két téren fog olyan változást hozni, ami őket érinti. Az egyik az, hogy megváltozik a kéményeknek a besorolása, besorolási módszere, tehát más szempontok szerint újra kell értékelnünk a füstgáz elvezető berendezéseket. Emiatt egyébként a kéményseprő díj is változhat adott esetben, hiszen a más besorolás más díjtételt von maga után. A másik változás az a kiértesítéseknek a módjában annyi történik, az új törvény szerint. Az első kiértesítés ugyanúgy, mint eddig, helyben szokásos módon, helyi sajtóban, tévében, újságban fog megtörténni. Az ebben megjelölt időpontban ugyanúgy sormunka keretében fognak megjelenni a kollégáink, megpróbálnak bejutni az ingatlanba. Ahova nem sikerül elsőre bejutni, ott mostantól már kötelező jelleggel egy értesítést fognak hagyni, postaládában nyilván, amelyben megjelölnek egy következő időpontot, méghozzá az eredeti időponthoz képest 30 napon belüli új időpontot fognak megjelölni. Majd, hogyha a második próbálkozásra sem tudnak bejutni, akkor egy újabb értesítést hagynak, de onnantól már az ingatlan tulajdonosnak lesz a kötelezettsége, hogy valamilyen módon felvegye velünk a kapcsolatot és igényelje a szolgáltatást, és erre ismét 30 nap fog rendelkezésre állni.
Ebben az esetben viszont most már a törvény előírásai értelmében kiszállási díjat is kell majd fizetni a kéményvizsgálat díján túl, hiszen a kéményvizsgálati díjak azok úgy vannak egyébként megállapítva, hogy a sormunka keretében elvégzett szolgáltatásnak fedezzék a költségét, ugye az úgymond extra kiszállásnak a költségére ez nem nyújt fedezetet. Hogyha ezt ezen az előírt 30 napon belül nem teszi meg az ingatlan tulajdonos, akkor kötelesek leszünk, ahogy már az előbb is elmondtam, értesíteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, tehát a katasztrófavédelmet, és onnantól kezdve a katasztrófavédelem fog eljárni ebben a dologban. Az új törvény módosítja a kéményseprők feladatkörét is. A szakembereknek az eddiginél szélesebb körű vizsgálatot kell végezniük, és részletesebb nyilvántartást vezetniük a kéményekről és a rájuk csatlakoztatott tüzelőberendezésekről. Többen voltak kíváncsiak a kastélyra, mint tavaly, jelentette ki M. Varga Veronika október végén. A Pápai Platán Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója tájékoztatott, bár a módszertani foglalkozások idén kevésbé voltak népszerűek, az Eszterházi kastély látogatottsága emelkedett, december végére akár a 8000 főt is meghaladhatja a látogatók száma. A március 31-től október 31-ig tartó szezonban több ezren voltak kíváncsiak a kastély barokk enteriőrjeire. Népszerű volt a múzeumok éjszakája, sikeres volt az örök barokk elnevezésű rendezvénysorozat, és aktívak voltak a gyerekek is a barokk táborban, vagy a nemrég indult mesekastély elnevezésű programon. M. Varga Veronika úgy fogalmazott, a marketing tevékenységnek és a városi intézmények együttműködésének köszönhetően egyre színesebb képet mutat a kastélylátogatók száma. A templom séták, ugye azok elég népszerűek és sokkal régebb óta mennek itt Pápán, vagy van rá lehetőség, mint a kastély, ahogy kinyitott, és nagyon jó az együttműködés az ottani tárlatvezetőkkel, és folyamatosan kínálják és ajánlják a kastélyt, de már nem csak akkor, amikor ide érkezik a csoport, hanem akkor, mikor még csak jelentkezik. Ugyanez látható a Turinform irodával, valamint az összes többi olyan intézménnyel, akinek tulajdonképpen érdeke is az, hogy Pápán minél több turista és látogató megjelenjen, ugye nem csak a kastélyban, hanem a többi turisztikai látványosságban is. Egyre inkább bővül a kastély látogatóinak száma olyan téren is, hogy egyre különlegesebb helyről jönnek, egyre messzebbről. Igaz, hogy nem folytattunk olyan marketinget, ami igazán megilletni ezt a kastélyt, ennek oka az, hogy még csak hát ugye 20%-os készelétben van. Tartogatjuk igazán a nagy dolgokat majd akkor, amikor végleg elkészül a kastély épület maga és az udvar, és akkor igazán nagy mérvű marketing munkát fogunk ebbe beletenni. Én azt mondom egyébként, hogy ahhoz képest, hogy a barokk interiőr készült el, nem csak, hogy a látogatók száma nőtt, hanem maguk a rendezvények is itt a kastélyban, valamint létrejöttek olyan csoportok, amik főleg gyerekcsoportok, akiket ide köt minden a kastélyhoz. A kastély népszerűsítésében hangsúlyos volt a vidéki iskolákat célzó barokk roadshow, és sokat tettek a marketingért az Eszterházi Cimborák Klub erkeles és tarcis diákokból álló tagjai is. Tapasztalatom az, hogy itt a barokk roadshow-nál, ugye 15 iskolában voltunk ez év tavaszán, körülbelül a feléből jöttek vissza ide hozzánk módszertani foglalkozásra egy-egy osztály, ami természetesen bővülni fog, mert mi ma akkor értünk oda, amikor már az osztálykirándulások vagy lezajlottak, tehát volt olyan is, vagy pedig már tudták, hogy hova mennek, és általában tavasszal vannak ezek a kirándulások. Úgyhogy én szerintem jövő tavasszal itt számos ismerős arcot fogunk látni, tehát mint a megyéből, mint pedig a környező megyékből érkezni fognak ide módszertani foglalkozásra. Létrejött az Eszterházi Cimborák Klub, akik felső tagozatos gyerekek, szintén a Tarc és az Erkel iskolából, de természetesen várunk az összes iskolából gyerekeket, akinek van kedve ide csatlakozni, és ők
két csoportokra osztottuk, és minden csoport valamiért felelős. Az egyik csoport a technikáért, a másik csoport a szervezésére, a harmadik csoport a megjelenésére, a negyedik csoport a reklámért és a marketingért, tehát a plakátolás, meg a rendezvények hirdetése, reklámozása. Tulajdonképpen az a cél, hogy ők nem hagyományos klubként működnek, hanem részt vesznek a kastély életében, tehát segítenek a rendezvények létrehozásában, akár kitalálásában, tehát ötletelnek, tehát egyfajta műhely munka az, amit ők csinálnak. A látogatókat a legkülönfélébb rendezvényekkel igyekeztek becsalogatni a barokk enteriőrbe. A kastély falai között szervezett programok minden korosztályt megcéloztak. Ami nagyon érdekes volt és nagyon tartalmas, az a mesetorta mesemondó verseny, ami volt tavasszal az iskoláknak. Aztán, hát ugye, mikor nyitott a kastély 2011-ben, elindítottuk az Örök Barokk rendezvény sorozatot, amikor opera előadás, kamaraszínházi előadás, valamint zenés, táncos est volt itt a kastélyban, ami így ebben a formában nem folytatódott, hanem inkább barokk tábort szerveztünk, meg különböző igényeket elégítettünk a Türi István gimnázium részéről, amikor itt volt az angol verseny, és akkor egy kamaraszínházi produkciót mutattunk be az itt lévő vendégeknek, akik ugye az ország minden részéről érkeztek a versenyre. Aztán volt Eisenbeck Ágota és már elkerült, de régi tanítványai, akik már a Zeneakadémia operatanszakának növendékei, vagy éppen végzős hallgatói már, és ővelük volt egy nagyon tartalmas és csodálatos színvonalas koncert. Ami nagyon nagy siker volt még a kastély életében, az a múzeumok éjszakája, lehet köszönhető annak is, hogy akkor volt pont a játékfesztivál, nagyon jó idő volt, és hát több ezres tömeg hömpögött itt a kastély falai között. Embarga Veronika elmondta azt is, a kastély november 1-től téli nyitvatartással várja látogatóit. Az az elképzelésünk, hogy hétfőtől vasárnapig előre bejelentkezett csoportokat mindig fogadunk, és csütörtök, péntek, szombaton pedig egyéni látogatókat is 10 órától 4 óráig, angol, német és magyar tálatvezetéssel. Ezek rövidített tálatvezetések, élő kastély nélküliek, így szabtuk meg az árakat is. Ez egészen december 31-ig lesz, meglátjuk, hogy mennyi érdeklődő jön, és mennyire lesz ez így is népszerű. A szezonzárás azonban nem jelenti azt, hogy ne várnák rendezvények a barokk iránt érdeklődőket. Pályázati forrásból folytatódik az Örök Barokk programsorozat. Lesz interaktív foglalkozás gyerekeknek, családi napok, táncház, és jelenleg is zajlanak a mesekastély óvisok számára meghirdetett játékos foglalkozásai. Emberi létünkből fakadó alapértéknek kell lenni, hogy embertestvéreinket a minimális szükségletekhez hozzásegítsük, védjük a fagyhaláltól és az éhenhalástól. Fogalmazott Olá Márta, a gondozási központ vezetője a múlt héten a Szolidaritás órája elnevezésű rendezvényen. A programot a Kisfaludi utcában lévő hajléktalan krízisközpontban tartották. A Szolidaritás órája című rendezvény célja, hogy közelebb lépjünk a fedél nélkül maradt emberekhez, s hogy még az igazi tél beköszönte előtt az otthontalanokra irányítsuk a figyelmet, mondta az egybegyűlteknek a gondozási központ vezetője. 2006 óta minden évben szánunk egy rövid időt arra, hogy a kollégákkal, a segítőinkkel, a segítettekkel együtt ráhangolódjunk arra a kemény időszakra, amelynek a beköszöntét éppen ma az időjárás is alátámasztotta. Ebben a néhány percben kérjük az itt megjelenteket, hogy továbbra is forduljanak olyan odaadással és cselekvő szeretettel a fedél nélküliekre, amit mi már kisvárosi szinten hosszú évek óta tapasztalunk, és nagyon jó érzéssel fogadunk el, hisz a szociális szakma meghalna, hogyha nem lennének önkéntesek, civilek, és egyéb szervezetek, akik segítik a mi mindennapi munkánkat, és ezzel teszik teljessé ezt a sokszor nem kis megpróbáltatást jelentő feladatot a számunkra. Jelenleg körülbelül 30 hajléktalan emberről tudnak, illetve ennyit tartanak nyilván Pápán, mondta el Olá Márta. Közülük 20-an az Arany János utcai átmeneti szállón kapnak gondozást, de 6 fő számára
A krízisszálló is rendelkezésre áll a Kisfaludi utca 16-ban. Indokolt esetben, mint ahogy azt már az elmúlt év nagyon hideg időszaka is jelezte pótágyakkal, ez a férőhelyszám még egy 10-zel emelhető. Alapvető érdekünk, hogy a mi városunkban senki ne szenvedjen fagyhalált, illetve a kistérségben is, amikor a rendkívül hideg, kemény idő beköszönt, akkor mindenkinek a segítségére lehessünk. 2006 óta működik a krízisszálló is, és úgy tűnik, hogy a téli időszakra ez egy rendkívül indokolt kiegészítő szolgáltatás, hogy azok az alapvető szükségletek, amelyik az emberi léthez tartoznak, valami minimális szinten mindegyikünknek megadasson. Úgy tűnik, teltházzal fogunk üzemelni. Nyári időszakban többféle lehetőséget is találnak a fedél nélküliek, de a tél azt gondolom, hogy egy olyan időszak, amikor nyitott ajtókkal kell várnunk az arra rászorulókat, hogy a minimum feltételeket biztosítsuk. Az ESZI munkatársain kívül a hajléktalanokat mások is rendszeresen segítik és támogatják. Az egyházak képviselői, a Református Nőszövetség csoportja, illetve nagyon nagy öröm számunkra, hogy a hazánkban szolgáló külföldi katonák feleségei, a nehéz légiszállító bázis most már folyamatos támogatóink közé tartozik, és természetesen nem utolsó sorban Pápaváros vezetése és az önkormányzat, kiemelten a Szociális és Egészségügyi Osztály, annak vezetőjét és munkatársait. A köszöntést követően zsíros kenyérrel és a HAU katonái által ajándékozott tortákkal kínálták a hajléktalanokat. A krízisszállón a vendégek és a gondozottak megtekinthettek egy kiállítást, és filmvetítés is volt számukra. Ünnepi istentisztelettel köszöntötték a reformáció napját a pápai gyülekezetek az evangélikus templomban. Az alkalmon Márkus Mihály református lelkész hirdetett igét, majd a protestáns hívek sztárai Mihály és Huszár Gál reformátorok emlékművénél koszorúztak. Október 31-e a reformáció emléknapja. A protestáns egyházak arról emlékeznek meg, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a Wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, s útjára indult a reformáció, az egyház megújulása. Azt gondolom, túl azon, hogy egy rohanó világban élünk, és az ember csendességre számít, egyfajta belső békességre, az az üzenet, amely Isten adott Pál apostol számára is, és a római levélben meg van fogalmazva, megigazulunk Isten kegyelméből, ingyen hitáltal, és ez a megigazulás kérdése azt gondolom közelebb visz bennünket ahhoz a féltőn szerető Istenhez, akit maga Luther Márton is keresett. Akár ágostorrendi szerzetesként, akár a ma embere, amikor teremtett világban talán a saját kútfőjéből, saját erejéből próbál mindent megvalósítani, és rádöbben arra, hogy egyedül tényleg nem fog menni, Isten áldása, Isten vezetése elengedhetetlenül szükséges. Az a négy reformátori elv, amelyet már Luther korától hangoztatunk, és ahogy az evangélikusok és reformátusok, Luther és Calvin szolgálata és tanítása elengedhetetlenül abba az irányba mutatott, hogy az egyháznak meg kell újulnia. Egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül a Szentírás és egyedül Jézus Krisztus, amelyet megfogalmaztak, és a későbbi évtizedek, korok, amelyek erre az időszakra mindezt ráhelyezték, és a reformátori teológia alapelveként ma már azt gondolom, hogy mindenki örömmel és élő hittel vallja, hogy ezek olyan alapvető bástyák és bázisok, amely nélkül nehéz lenne nekünk előre tekinteni is. Adatot számunkra, ami reformáció ünnepén elengedhetetlenül fontos, a Szentírás, amelyre építjük hitünket, és a hitvallási irataink is erre épülnek. Az a Biblia, amelyből Isten szól hozzánk, és Luther Márton annak idején úgy fogalmazott, hogy János 3.16-ban olvasható egy dióhényiban az egész Szentírás üzenete, amely így hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Reformáció napi hagyomány, hogy egyik esztendőben az evangélikus, másik évben a református templomban tartják az ünnepi istentiszteletet. Idén az evangélikus közösség temploma adott ennek otthont. Az alkalmon Polgárdi Sándor evangélikus esperes, Márkus Mihály és Szakács Gergely református lelkészek, Pető Gábor református segédlelkész, valamint Bond Zoltán baptista lelkipásztor szolgált. Márkus Mihály református lelkész szólt a hívekhez, aki Lukács evangéliumának második fejezetéből választott igét. Jézus szavait, miként szüleihez szólt, mikor keresték őt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem. És ha belegondolunk, ez a kell, ez a kényszerítő erő, hányszor volt ott az egyház életében? Itt állok, másként nem tehetek. Amikor mindennek ellenére mégis azt teszem, ami mindennek ellene mondana, és valójában emberek nem ezt kéne tennem, de mégis itt vagyok. És ez az isteni kell, ez az isteni rendelés, ez az isteni felszólítás, ez az isteni imperatívus vajon megérintette már téged is, hogy mindannak ellenére, ami van körülötted, mégis el kell ide jönnöd. Hogy mindannak ellenére, amit a világ ma tanít, amivel találkozol, televízióban, interneten, Facebookon, vagy ki tudja hol, neked ide kell jönnöd. Neked az Isten házában van dolgod. Neked a te atyád dolgaival kell törődnöd. Mert a reformáció, a visszaalakítás ezt jelenti. Újra elköteleződni Isten mellett. És minden nap elköteleződni az ő ügye szolgálatában, még akkor is, ha néha emberileg más szeretnék. De ugyan a próféta mondja, a csontjaimba rekesztett tűzként, nem enged más tennem. 12 éves Jézus példája meg kell, hogy ragadjon bennünket ezen a mai estén. Ő gyermekként felismerte ezt. Könnyű neki mondhatnánk, hiszen az Isten fia volt. De téged, akit az Isten lelke átjár, ugyanígy akar megindítani. Engedd, hogy így legyen. Engedj Isten felszólításának, mert neked is ott kell lenned, ahol az Isten dolgai történnek. Ebben a templomban, vagy egy másikban. Otthonodban, vagy amikor úton jársz. Tudjátok, hogy nektek is, atyátok házában kell lennetek. Az ige hirdetés után a pápai református egyházközség énekkara szolgált, majd a hívek átvonultak a Zimmermann utcai emlékműhöz, ahol Polgárdi Sándor esperes emlékezett, a két legnagyobb az 1500-as években pápán tevékenykedő reformátorra, evangélikus lelkipásztorokra, Sztárai Mihályra és Huszár Gálra. A baptista közösség nevében Bond Zoltán lelkész, az evangélikus gyülekezet nevében Vencel Csaba felügyelő, a református egyházközség nevében pedig Böröcki Zoltán főgondnok helyezte el a koszorút az emlékműnél. Minden szabad, csak szép legyen, vallja Somogyi Győző. A Kossuth díjas grafikus és festőművész képeiről, életéről, hitről, hadiviseletről és a Salföldről mesélt a Gyurács Ferenc gondolkodókör október ülésén. Somogyi Győző 1942-ben született, pesti gyerekként, de nyitottan a falusi élet szépségeire, s a katonásdíj is magával ragadta már kicsiként is. Tólom katonára nem telt, de magam készítettem papírból katonákat, és ez tart mind a mai napig. Tehát a katonásdiból nem tudtam kinőni, és valahogy a művészet is ebből
keletkezett. De ezekből a papírkat? Igen, igen. Rajzoltam, és kivágtam ollóval, aztán kifestettem, és akkor ezek voltak az első műalkotásaim. 4 éves koromban indult ez a dolog. Anyám sokszor kisöpörte az egész hadsereget, vagy volt olyan, hogy porszívóval felszippantotta, és azt mondta, hogy haszontalanság, tanulnál inkább, stb. De végül is sokszor mondom, hogy én ebből a játékból élek. Somogyi Győző a képzőművészeti gimnázium befejezése után a Római Katolikus Hittudományi Akadémia hallgatója lett. Pappá szentelték, de 8 év elteltével kilépett az egyházi rendből. A művészetet önképzés útján tanulta, eleinte grafikával foglalkozott, ma már szinte kizárólag festészettel. Budapesten születtem és éltem, és ott kezdtem a művész szakmát, és a nagyváros az inkább szürke, fekete-fehér kontrasztok. Az első grafikáimban volt valami, így mondták a tudósok, hogy valami groteszk és szociális mondani való, társadalmi mondani való. Ez még a kommunizmus idején történt. Azt is mondták rám, hogy én vagyok az egyetlen szocialista, realista művész, mert a szocializmust reálisan ábrázolom. Tehát ez csak fekete-fehérben lehetett. Aztán vidékre költöztem ide a megyébe, Balatonfelvidékre, és akkor kinyílt a színes világ. Igaz, hogy kellett ehhez egy görögországi utazás, ahol igen élénk és világos színeket láttam, tintakék tengert, egészen hófehér sziklákat, és akkor rádöbbentem, hogy hát Magyarország is ilyen színes, csak ezt látni kell. Ja, a művész egyik dolga, hogy megtanítsa látni az embereket, hogy milyen hihetetlenül szép a világ. Somogyi Győző egy olyan animációs kisfilmet is megmutatott az érdeklődőknek, melyet még 1979-ben rendezett és részben rajzolt. Majd egy róla készült portréfilmet is megnézhettek a kör tagjai. A Kossuth-díjas festőművész szívesen válaszolt a kérdésekre, többek közt beszélt jellegzetes, vidám színű festményeiről is. A képeimben árnyék nincs is, illetve ha van árnyék, az piros. Tehát ebből az következik, hogy nagyon-nagyon világosak és ragyogóak a képek. Aki ilyen világszemléletű vagy karakter, tehát optimista, vidámságra hajlik, az szereti. De van olyan ember, aki ezt nem bírja, akinek túl sok a sárga. Tehát a borongós, filozófikus, kicsit pesszimista emberek nem szeretik ezeket a képeket. Nézze, ami keserves dolog van az életben, azt a grafikákon fejezem ki, fekete-fehérbe, bár azok sem nevezhető se groteszk, se pesszimista munkáknak, de van bennük valami, hát sok szenvedés. De hát, ugye, ha keresztény módon gondolkodunk, akkor a szenvedést sem lehet egyértelműen negatív dolognak mondani, hiszen a világot szenvedés váltotta meg, a mi életünk is csak attól változik meg, tehát az is jó. De Somogyi Győző nem csak vidám színű tájképeket fest, hisz egy életre eljegyezte magát a katonaportrékkal. 40 éve engem a magyar hadiviselet történet foglalkoztat, ezt kutatom, rajzolom, gyűjtöm, és ebből adok ki könyveket. Tehát most készülök egy 15 kötetes teljes magyar hadiviselet történetre, amiben a szkítáktól kezdve egészen a II. Világháborúig mindenkor magyar katonáit lerajzolom. Somogyi Győző alapítója és tagja több hagyományőrző csoportnak. E szenvedély révén kötődik pápához. 10 évig a pápai huszártábor volt nekünk az évnek a fényes napja. Egy hetet itt töltöttünk, aztán egy hétvégét legalább részt vettünk a pápai történelmi játékokon. Sajnos ez már most már 10 éve, hogy nincs. Nagyon hiányzik. Ezt semmivel nem lehet pótolni. Igaz, hogy ez a huszárjáték annyira kinőtte már magát, hogy nem lehet összegyűjteni egy helyre mindenkit. De
tehát az egész Kárpát-medencében rengeteg huszárcsapat van, amik közül a pápai csak az egyik, mindenütt csinálnak jó dolgokat, jó rendezvényeket. Dr. Somogyi Győző Salföldön él, alkot és gazdálkodik. Mint mondta, sok helyre hívják, ösztöndíjakat is ajánlottak neki, de ő máshol nem tud festeni, csak ebben a Káli-medencei kis faluban. Végtelenül szeretem ezt a falut, de hát az egész megyét és az egész országot és az egész Európát. Szóval ez valahogy határtalan. Egyszerűen szeretek élni. Mintegy 900 fő töltötte meg a sportcsarnokot vasárnap Jehova tanúi különleges kongresszusán. A program ezúttal a lelkiismeret tanulmányozását állította középpontba. Óvd a lelkiismeretedet, így hangzott Jehova tanúi különleges kongresszusának jeligéje. A lelkiismeret akárcsak egy iránytű, utat mutat a bennünket ért érzelmi viharokban, fogalmazott Stánic Jenő. A sajtóosztály felvigyázója elmondta, lehetnek olyan érzések és vágyak, amelyek, mint a mágnes az iránytűt, eltéríthetik lelkiismeretünket a helyes irányból. Lehetnek különböző érzések vagy vágyak, amik elfordítják az ember lelkiismeretét, és bár lehet, hogy pont olyat cselekszik ilyenkor az ember, amit utólag megbán, azért, mert vádolja a lelkiismerete. Ezért a délelőtti programban szó volt arról, hogy miért kell óvnunk a lelkiismeretünket, hogyan tehetjük ezt meg, hogyan lehetünk tiszták olyan vérbűntől, ami feladatunk, hisz a lelkiismeretünk az diktálja, hogy minden embernek kell mondjuk azt a jó hírt, amit mi már megismertünk, és mi, mint Jehova tanulja, a Biblián keresztül óvhatjuk meg a lelkiismeretünket, hisz valóban pont a mostani program arról szól, hogy milyen módon és milyen alapelvek, bibliai alapelvek irányítják a lelkiismeretünket, amivel jó lelkiismeretet tudunk megszerezni. Tulajdonképpen azért fontos, és azért kapjuk meg ezt a tanítást, hisz egy olyan világ vesz minket körül, ami talán belekényszerít minket akaratlanul is olyan helyzetekbe, olyan élethelyzetekbe, olyan cselekvésekbe, ami elvihet minket a helyes iránytól, a bibliai alapelvektől. Nyilvánvalóan ehhez fontos, hogy a szolgálatban részt vegyünk, és elmondjunk az embereknek azt az üzenetet, amit mi már megismertünk, és mennyire fontos, hogy rendszeresen tanulmányozok a Bibliát, mert a bibliai alapelvek segítenek abban, hogy megóvjuk a lelkiismeretünket. Nem csak saját lelkiismeretünket kell óvnunk, vallják Jehova tanúi, hanem másokét sem sérthetjük meg, hangsúlyozta Erdész László. Azért, hogy az embereket és másoknak a lelkiismeretét ne sértsük meg, feltétlen arra van szükség, hogy a bibliai alapelvekkel, alaptételeivel tisztában legyünk, mert nem mindenkinek sértő az, ami másnak sértő. Viszont Jézusnak volt egy olyan kijelentése, hogy jaj a botránkoztatónak, de még jaj a botránkozónak, de még jaj a botránkoztatónak. Tehát arra gondolt itt Jézus, hogy legyünk tekintettel egymás lelkiismeretére. Van, aki bizonyos dolgokban kevesebbet tesz, vagy többet. Másikunk úgy gondolhatja, hogy ennyi is elég, vagy csak ennyi, amit bírunk, és nem kötelezhetjük sem a keresztény közösségben lévő testvéreinknek a lelkiismeretét, vagy nem indíthatunk nyomást, hogy ennyit kell tenned, hanem mindez szabad akaratból, jó lelkiismeretből, embertársaink iránti szeretetből kell tegyük, figyelembe véve azt, hogy minden ember más és más, mindenkinek más és más az egyéni szükséglete, véleménye és döntése. A különleges kongresszus előadásai sorában kiemelt helyen szerepel a fiatalok tanítása. A fiataloknak elszomorító dolgokat kell kiállniuk, így szólt a délutáni ülésszak egyik programpontja. Olyan világban élünk, amikor talán azt kell mondanunk, hogy 50 évvel ezelőtt el se tudtuk volna képzelni. Ma elsősorban, ami nagyon elszomorító, amit át kell élni a fiataloknak, az, hogy mások, mint a társaik, az osztálytársaik, soha ennyire nem volt megkülönböztetve. Csak azért dolgozik egy szülő, hogy Montebay biciklije legyen a gyermekinek, mert ha nem, akkor megverik, vagy összetörik a biciklit, vagy elveszik tőle. Ilyent elképzelni se tudtunk a mi korunkban.
testbeszennyeződését a Biblia elítéli, ezzel szemben lefogják és rákényszerítik a fiatal társaikat, hogy cigarettázzanak, kólába kábítószert öntenek, és mire megitta a két pohár kóláját, már nem is tudja, hova viszik. Tehát egy teljesen fölbojdult és fölfordult világ az, amiben most élünk. A legkisebb pénzösszegé, hogy meg tudják szerezni, képesek rokonok gyilkolására, betörésre, rablásra, mindenféle bűncselekményre, amire szinte rákényszerítik a fiataljainkat. A kongresszusok kiemelt eseménye az önátadás, vagyis a keresztelkedés, amikor a tanúk sorába lépők egy vízzel telt medencében tetőtől talpig megmerítkeznek. A különleges kongresszuson 4 személy adta át magát Jehovának.